Sziasztok! Egy perces társasjáték ismertetők című sorozatomban egyetlen percbe sűrítve ismertetek és értékelek társasjátékokat. Alien Frontiers. A Kingsburg és az Alea Iacta ezt után 2010-ben a Troával egyszerre megjelent az Alien Frontiers, ami a dobókockákat munkásokként használja, ezzel pedig a mechanizmust végérvényesen beépítette a köztudatba. A Maxwell nevű bolygót fogjuk legfeljebb négyen kolonizálni, ehhez dobókockáinkat használva fel. A téma nagyszerű megjelenítésén a bolygó felszínén zajló mini területkontrollon kívül a játék két nagy pozitívuma, hogy nincs rossz dobás, a kockáink mindig lyuk lesznek valamire, illetve a munkás lehelyezésre jellemzően itt is egymás elől foglaljuk el a mezőket, ezért kellő interakciót nyújt majd a játék. A kártyáink és az általunk irányított területek elfoglalt akciómezők bónuszaival tényleg lesz beleszólásunk a játékba, ez pedig kimondottan jó érzés egy kockadobálós játékban. Ettől függetlenül jó, ha felkészülünk a kockadobásunkban jelenlévő random faktorra, és az egyszerű szabályokhoz képest hosszabb, 1-2 órás játékidőre. Ideális választás lehet annak, aki már kinőtte a családi játékokat, de a komolyabb eurójátékokat elkerülné. A már számos kiadást megélt Alien Frontiers a 232. helyen áll a BGG-n, tőlem pedig a műfaj kedvelőinek ajánlott értékelést kapja.